Sziasztok, Jani vagyok innen a Várkonyi Manitól. Nyíradonyból érkezett hozzánk egy nagy láncos kotrónak ilyen rézsű kanala, iszapoló kanala. Hát, ki hogy hívja. Ennek a középső részénél vannak problémák. Elkapott a perse, vagy a persének látszó tárgy, inkább azt mondom. Jó, szuper, csak én közben elkezdtem a vonalszúrát, és akkor ennek a persze helyét fogjuk átalakítani egy kicsit húsosabb perseit fogunk beletenni, a szokásos edzett anyagból, és ugye ennek kicsit sokat fog, igen, ennek a helyét alakítom most kifele, úgyhogy ha érek el, akkor tartsatok velem. Nézzünk bele, hogy hogy áll most a fúrás. Erről a konzolról lenne szó, és akkor itt ennél a tengelynél fogva tud kettő oldalra a rézsi kanál elcsuklani. Csak már annyira lityeget lötyögött minden része, hogy a gépkezelő képtelen volt kordában tartani a felületen. Úgyhogy most ezt a részét felfúrom, mindjárt belenézzünk, hogy hogy is néz ki. Már egy fogást vettem, és akkor szépen felfúrom persze méretre megfelelő ülesztés mellett, és akkor utána gyártunk hozzá egy csapszeget. Pontosabban a csapszeg már az készen van. Ott a háttérben, hogyha látjátok, Féki Gabiék húztak rá egy meretet, meggyártottak hozzá egy anyát. Mi fogunk még egy rögzítést csinálni hozzá, plazmavágó segítségével. És megnézzük még, hogy esetleg a csapszeg a házában, ahol szintén fixen kéne neki állni, hogy az hogy is rákerik. Na, mindjárt kifújkálom itt a dugjátokba a fületeket. Annyi, hogy most itt egy 60-as szélességgel rendelkező persely lesz. Én ezen tolok 10 mm-t, úgyhogy most egy 70-es nem akar befordulni a kamera. Hogy fordulj be? Hogy itt láthatjátok esetleg, hogy milyen szép foltosan alakult ki. Hogy vagy a másik oldalról, nem tudom, honnan látszik jobban. Na mindegy, ezzel játszunk, míg el nem érjük a persének a külső méretét, és akkor utána rakjuk össze. Kövessetek, iratkozzatok fel, ezzel támogattok minket is. A munkánkat nem csak a videógyártást, hogy kedvünk legyen esetleg egy kis tanításra. Na, fúrjuk. Na most teszem a második fogást, még mindig van benne némi oválisság. Persze, ezt nem tudom megmutatni, mert azt a kollégám szedte ki belőle, hogy az milyen állapotban is van, de így a furat helyzetből arról van, elképzeltitek, hogyha így oldalra ki volt erre, hogy mi minden maradhatott belőle. Na, lessünk bele megint egy kicsit. Most egy a 1,5 mm-es fogással megyek átmérében. Pont velünk szemben van a fényes rész. Illetve itt a másik oldalt, nem tudom, hogy láttok-e valamit, én sem látok igazából. Így néz ki ez a gyönyörűség. Mindjárt kalibrálom a mérőműszert persejhez, és akkor belemérünk, hogy mennyi híja is lehet még nagyjából. Tolómérővel megfacoltam, de az még figyelőre kevés. Jó, pozitív is.
Na most teszem az utolsó kinyitó fogás, ez 5 tized környéke, 6 tized. Reméljük, hogy már most egész körkörös lesz, tisztaság remélem nem sok lesz benne. Hogyha ezzel az oldalra megvagyunk, akkor utána szereljük át a másik oldalra, utána pedig még egyszer rákontrollálunk, hogy esetleg a mérgés kiszaló fejjel hol nyúljunk bele, vagy hol ne nyúljunk bele. Ha szerencsénk van, akkor csak tényleg szólját tanítani kell, ha nem, akkor igazítjuk. Elvileg ott körül van a méret, úgyhogy lehet szerint szép volt. Most már kezdhetjük a másik oldalnak a fúrását is.
lent van. A régi használt csapszeg. Győzás működik. Megyek ki, megvizsgálom, hogy a kanálba hogy fog állni az új csapszeg, hogy azt kell lefúrni, vagy így marad minden. Lehoztam ezt a kanalat, egyedül kollégák szabadságon vannak, úgyhogy birtottam vele egy kicsit, de hál' Istennek itt a kis emelémmel, meg a kis villázsgépemmel én megoldottam. Szögbe bele tálikva, tettem bele egy központosító karikát, vettem már egy fogást, az
hát a furatnak a felét hitte ki. Most a második fogásnál már, hát azt mondom, hogy a 3/4%. A 3/4-ét a perfektő területnek. Vessetek bele ki is. Lehet innen jobban lehet látni. Igazából itt látszik, hogy ez az alsó rész munkálta. A felső részhez nem ért hozzá. Most a második fogással pedig most már viszi szinte egész terjedelmében. Kivéve ott egyszerűen egy kicsi marad. Úgyhogy most ezzel így játszunk egy darabig. Mind a két oldalt fúrni fogom. Körülbelül egy olyan másfél milliméter kotty volt ebben a házban is, illetve a másik oldali házban is a csapszegnek. Felfúrom, kap egy önkenői persejt, és akkor egy gondozásmentes persejt, és akkor beletaposom. Utána a későbbikben az cserélhető lesz, ha gond lesz vele, nem kell majd megint fúrni. De az nem most lesz igazából. Úgyhogy fúrkálok, keresek mindjárt valami persejt. Utána kész. A fele fúrva kanálnak a füle, amit együtt fúrtunk, csak menet közben lemerült a kamera. Bele lett téve a persely megfelelő élesztés mellett. Számoljatok rá, hogy éppen milyen csapszeggel dolgoztok. Most pedig tesszük Sanyával befel a csapszeget. Csak hogy lássátok, hogy megy össze. Nem kell hozzá a 20 kilós kalapács, mondjuk egy 8 kilósra kocogtatunk, de nem is lehet kézzel bele dugni. Na, kalapáljuk akkor belefele. Jó. Vele szembe beletettük a régi csapszeget, hogy vonalba fussanak a dolgok. Látjátok, itt van benne az önkenő, ott jön a csapszeg, belül a persely. Jöhet Sanya! Ennyi. Annyi? Hát, amit mondtam, hogy meg kell egy kicsit vágni, vagy csiszolni. Igen. Hol van? Ott. Abból egy korongvastagságot le kell húzni. Na, szinte minden faszal, csapszegfülből levágunk egy korongvastagságot, és akkor be tud menni koccanásig. Addig én meg játszok, és akkor valami csapszegrögzítést azt, vagy a fül csavar anya rögzítést eszközölök nála. Csumi. Na sziasztok, elkészült a kanálnak a vonalfúrása, a csapszegezése nagyon szépen sikerült. Szerintem Sándor kollégámmal összeraktuk, és akkor menet közben ki lett hozva innen a műhelyből, és akkor nézzük meg, hogy is sikerült. Közben nálunk itt a szigeten beköszöntött a mediterrán időjárás, esik az eső egész nap, úgyhogy térdig járunk a vízben, de ez most elhanyagolható, mivel bent dolgozunk a melegen. Szóval, amit még nem láttatok, hasonlóan oldottuk meg az anyának a rögzítését, mint ahogy az eredetén értitek, meg volt oldva. Ide hozzáhegeztettem egy ilyen 24-es anyát duplában. Igazából egy mocskos nagy csavarral le lehet rögzíteni, hogy ez ne mozogjon. És így néz ki ez az anya. A belső rész, amit mutattam, furva volt.
ahol el tud mozdulni, ottan szintén fúrva volt, túlsó vége. Megint fúrva volt, úgyhogy ez így néz ki. Ha esetleg tetszett, amit mi csináltunk, vagy esetleg ti is szeretnétek csinálni, akkor minden támogatásomat megkapjátok a videón keresztül. Meg tudjátok nézni, mit csináltam, hogy csináltam, és utána mindenki a saját igényeihez képes tudja hangolni ezeket a fúrós, faragós dolgokat. Szóval, ha még nem tettétek volna meg, akkor iratkozzatok fel. Hova? Ede! A Bákonyi Mechanikra. Kövessetek minket a Facebookon. Ott vannak ilyen kis apró kis videók, esetleg kis képek, hogy éppen pillanatilag mind is dolgozunk, mert a videóban nem mindig akkor történnek a dolgok, amikor ti látjátok. Szóval iratkozzatok fel, és kövessetek minket a Facebookon. Sziasztok!